Sziasztok, The Simpsologist vagyok, ez pedig itt a Rex to Riches nevű sorozatom harmadik évadának az összefoglaló videója, ugyanis ígértem nektek, hogy lesz egy ilyen videó is. Minden egyes évad alatt ugye készítek screenshotokat főképpen a thumbnailekhez, a borítóképekhez, amiket kirakok ugye YouTube-ra, de egyébként is nagyon szeretem megörökíteni az e-maim mindennapját, és így történt ez ebben az évadban is, és általában az évadok végén megosztom veletek ezeket a képeket, és így végignézhetjük egy pár perces videóban azt, hogy mi is történt ebben az évadban, mi is történt az adott sorozatban, a többi sorozatommal is ezt szoktam csinálni egyébként, és nekem nagyon-nagyon jó érzés visszatekinteni arra, hogy az adott szimemmel mi mindent értünk el egy pár rész alatt. Nem is tudom, hogy ez az évad hány részes volt, talán 20-valamennyi, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon messzire jutottunk, és imádom végigkövetni a szimeim családi életének alakulását. Ahogy látjátok, hogy Jesse teljesen egyedül elindul a nagyvárosban, aztán barátokat szerez, majd megismeri élete szerelmét, Vanessát, és együtt lógnak egy csomót, aztán megkéri a kezét, gyerekeik lesznek, és a többi, és a többi. Mondjuk lehet, hogy nem kéne lelőnöm a poént, mert így megtudhatnák azok, akik nem nézik a sorozatot a screenshotokból, de igazából mindegy, valószínűleg, hogyha egy pillantást vetettetek a thumbnailjeimre, akkor tudjátok, hogy hogy áll nagyjából ez a sorozat. És nagyon-nagyon szeretem a Rex to Riches sorozatokat, a kedvenc sorozatom egyébként az összes közül, amit valaha csináltam, az a Rex to Riches kihívás, csak kicsit botladozik a nyelvem, de remélhetőleg értitek. És természetesen nem tervezem abba hagyni. A következő évadot folytatjuk a gyerekekkel. Egyébként nem lőttem le a poént igazából a gyerekekkel, mert a Rex to Riches sorozatai mindig úgy működnek, hogy lesz egy gyerek, aki tovább viszi ezt az egész vonalat. Egy kicsit nehéz a helyzetem ebben a sorozatban, vagyis ebben az évadban, mert két gyerek is születtek, és hát mind a kettejükkel fogjuk tovább vinni ezt a sorozatot, szóval valószínűleg egy kicsit könnyebb dolgunk lesz pénzszerzés szempontjából, mert ketten többet tudnak keresni, legalábbis én így gondolom, aztán majd kiderül, és az új kiegészítő, amiköré építjük az évadot, az az Island Living lesz, ugye az az évad, aminek most nézitek a képeit, az a Get Famous kiegészítő köré volt felépítve, Jesse egy youtuber volt, és influencerkedéssel kereste a pénzét, és fun fact, hogy mikor visszaléptem a játékba most hozzájuk, hogy átalakítsam a lányokat, meg ilyesmi, akkor Jesse elérte a 4 csillagos hírnév szintet. Lehet, hogy elértük korábban, de ha elértük, akkor azt elvesztette, és most visszaszereztük neki, ami tök jó. Ez nyilván nem volt felvéve, mert nem úgy léptem be a játékba, hogy felvegyem, csak éppen ahogy betöltött a játék, elértük ezt a szintet, és egyébként kivételesen ennél az összefoglalónál beszúrtam két másik képet a videó végére, amin látjátok igazából a következő évadnak a bevezetését, úgyhogy szerintem ez egészen izgalmas, próbálok majd legközelebb még ennél is jobban kitenni magamért, de egy kicsit fejlesztettem az előző évadokhoz képest, én úgy gondolom. És annyira jó nézni, ahogy van ez a terhes, és még egy kicsit szenvednek azért az anyagiakkal, de már bevállalták azokat a gyerekeket. Végül is egészen jól tették, tehát ők nem kerültek utcára a gyerekekkel végül, de erre nem volt biztosíték. Azért egészen jól összeszedték magukat, meg ebbe az évadba az is más volt, hogy engedtük Vanessának, hogy dolgozzon. Könyveket írt egyébként, mert mint nem úgy dolgozhatott, hogy rendes állásban, hanem otthonról, de ő is aktívan sok pénzt keresett, míg az előző évadokban maximum olyan munkát engedtem például Karimnak, amivel alig keresett pénzt. Tehát ő valami ilyen kis gagyi sportolói karrierben volt, mert mint úgy gagyi, hogy még egyes-kettes szint, vagy fogalmam sincs. Szóval ő azért nem adott haza annyi pénzt. Illetve az első évadban Kaylin párját, akire teljesen elvontuk, vagy hát eltiltottuk a munkától, szóval ő neki csak hobbiai lehettek. Hát így folyamatosan évadról évadra változnak itt a kis saját szabályaim. Szeretem úgy játszani a játékot, ahogy éppen jól esik, és ugye a következőnek az lesz a sztória. Ahogy már korábban említettem, de nem biztos, hogy mindenki hallotta, vagy lehet, hogy valaki lemaradt róla, az lesz a történet, hogy a két ikerpár
nagyon utálja egymást, teljesen össze vannak veszve, ezért Jesse, amikor megelégelte a sok verekedést, meghozta azt a döntést, hogy kirakja őket a házból, pedig eredetileg én úgy gondolom, hogy Jesse nem akart volna ilyen apa lenni, szóval nem gondolja úgy, hogy ez a helyes a nevelési módszer, tehát hogy őt is kirakták, mert az anyját is kirakták, szóval ő úgy megtörte volna ezt a hagyományt, de végül arra jutott, hogy talán ez az egyetlen helyes megoldás, talán csak így tudnak kibékülni a lányok, hogyha megtanulnak összefogni és túlélni. Úgyhogy végül ők is kilettek rakva a házból, és egy kicsit nehezíti majd a dolgunkat, bár szerintem elég könnyű kibékülni a játékban, de ezt is meg kell oldanunk, tehát hogy ki kell békítenünk őket a sorozat alatt. Szerintem amúgy ez az első egy pár részben meg lesz, mert tényleg ez nagyon-nagyon egyszerű elérni a játékban. Én úgy gondolom legalábbis, aztán ki tudja. Majd meglátom, még ilyet nem csináltam szerintem, hogy a legaljáról majdnem a legtetejéig felvigyem a barátságmutatóját két színnek, de ez egy ilyen kis pluszpont lesz. Itt egyébként van egy fal közöttük az ágy között, de úgy gondoltam, hogy ez egy aranyos kép volt, úgyhogy nincs több mondani valóm egyébként erről az évadról, úgyhogy el is köszönök tőletek. Rakok be valami zenét, hogy ilyesmit az elkövetkezendő egy pár screenshotra, ami vissza van. Remélem tetszett nektek ez a videó, tartsatok velem a következő évadban, de addig is legyetek jók, sziasztok!